Kedves Matkó pusztai hívek, kedves búcsúra jött visszatérő testvérek, a mai vigília Szent Mise, Szent Péter és Pál apostol ünnepén évfordulók idejére esik. Egyes történészek szerint Szent Péter és Pál apostol már Krisztus után 64-ben halt meg, egyesek szerint 67-ben. A dátum nem biztos. De a 64-es szám, ha így vesszük, az 1950 évvel ezelőtt történt. És most az imént egy olyan keresztet, amit felújítottak, áldottam meg, és imádkoztunk körülötte, amit 1964-ben állítottak az itteni hívek. És van egy szomorú dátum is a mai napra, amit mindenki hallott, ha egyszer is bekapcsolta valamelyik médiumot, hogy éppen 100 éve tört ki, vagy illetve robbant ki az első világháború, amikor egy merénylő, Gavrilo Princip agyonlőtte a trónörököst. A szentek többek, mint a hősök. A hőssel vissza lehet élni. Láthatjuk éppen az imént említett személy esetében, hogy ugyanazon városban, ahol szobrot állítottak neki, az egyik városrész nemzeti hősének tartja, a másik pedig egy terroristának, aki elindított egy nagy világpusztulást. A hősökkel mindig vissza lehet élni. De nem így a szentekkel, mert a szent az minden népnek tisztelt személy, és a szent mindenki által elismerté válik, mert az Isten veszi őket pártfogásába, és a szent közbenjárását mindenki kérheti. Azonban nem születünk szentnek, szenté leszünk, ha leszünk. Abszolút módon egyedül az Isten szent. Izaiás próféta látomása az angyali karokkal, akik azt éneklik, hogy Isten háromszorosan is szent. A bűnnek semmiféle foltja árnyékot nem vethet rá, a minden teljességnek legyen az mindenhatóság, szeretet, a birtokában van, fölötte áll az időnek. A mi világunkba belépett Jézus Krisztust úgy is hívja a Biblia, a Szentírás, hogy az Isten szentje. Ő a legteljesebben mutatta föl az Isten szentségét. Ezért mondta azt, hogy aki engem lát, látja az atyát is. És minél közelebb áll valaki Jézus Krisztushoz, annál inkább részese lesz a szentségnek. Magától értetődő, hogy a szeplőtenő fogantatott Szűz Mária a legteljesebb módon az emberek közül elérte a szentséget, ezért is a szentatyák nyomán egyházunk a szentség legteljesebb fokával, a mennybe fölvétellel is elismerően tiszteli, mert ő halálában elnyerte a teljes dicsőséget. A többi szent, akik Jézussal voltak kapcsolatban, vagy utána a szentségek által kapcsolatba léptek vele, fokozatosan lettek szenté. A mai estének ünnepeltjei, e kis kápolna fő védőszentjei, Szent Péter és Szent Pál apostol, annyiban is tanulságosak számunkra, hogy mi is szenté lehetünk. Mert nem akárhonnét indultak, és nem akármilyen módon vétkeztek. Hát gondoljunk Péterre, aki akkor tagadja meg Jézust, amikor Jézusnak legnagyobb szüksége lett volna arra, hogy valaki kiálljon mellette. Egy szolgáló szavára átkozódni, esküdözni kezdett,
nem ismerem ezt az embert. Vajon mit tennénk mi emberek, hogyha nehéz helyzetben egy korábbi barát megtagadna bennünket? A legtöbb ember utána szóba se állna vele, akkor, amikor szükségem volt rá, ő megtagadott. És milyen az Isten kegyelme? Kiválasztja, és az apostolok érére helyezi. De vajon miért? Ezt már annak idején Mátyás király is ilyen csalafinte kérdéssel föltette a főpapoknak, hogy én bizony, ha valaki engem megtagadna, nem tenném a hadsereg élére, és mondott hasonló példákat, hogy van ez. És valaki megfelelt, ez azért történhetett, mert Pétert Jézus az alázatosságánál fogva, mert a bűn után igen alázatos lett, tette meg az egyház vezetőjévé, az apostolok fejévé, mert tudta, hogy az, aki megtért, megvallotta háromszorosan is Jézus iránti szeretetét, soha nem fogja elfelejteni, hogy ő megtagadta Jézust, és éppen ezért azokhoz, akik szintén esendő emberek, irgalmas lesz majd. Így mondja a Szent Hagyomány, hogy ezért is kérte, mivel ő nem volt római polgár, őt keresztre feszítették, hogy ne úgy, mint Jézust, mert ő még arra nem mélt, hogy úgy halljon meg, hanem fejjel lefelé feszítsék keresztre. De Szent Pál apostolnak az életútja az sem volt egy egyszerű, hát éppen hallottuk a Szent Leckéből. Ő maga megmondta, hogy üldöztem az Isten egyházát. Káromló, erőszakos ember voltam. És az Isten kegyelme őt is megtéríti. Az ő pálfordulása nem olyan volt, mint esetleg, amit láthattunk évekkel ezelőtt, hogy pillanatnyi érdekek miatt valaki köpenyt fordított. Nem. Ő elment Arábiába. 3 évet ott eltöltött elmélkedésben, imádságban, közben még inkább tanulmányozta az Ószövetség alapján is, a kapott kinyilatkoztatás alapján is Jézus életét, és utána mérhetetlen sokat szenvedett Jézus Krisztusért. Ezt le is írt, hogy megverték, börtönbe volt, hajótörés szenvedett, mindezt Jézus Krisztusért. És még akkor is azt mondta, hogy én vagyok a leggyatrább, a legméltatlanabb az apostolok között, mert ellensége voltam Isten egyházának. És mégis azt mondja neki az Úr, téged választottalak ki, hogy a nemzetek apostola légy. Ez az Istennek az útja, az ő gondviselése. Ez nem a mi észjárásunk szerinti. De attól a pillanattól fogva, amikor ők a megtérés útjára léptek, akkor azon voltak, hogy hogyan lehetnének mindinkább Jézus Krisztusnak a követői. Ben ezért az a háromszoros válasz, hogy tudod, hogy szeretlek, az olyan volt már, amire ráépíthette az egész életét. És maga Pál apostol is először azt mondja, hogy üldöztem Jézus egyházát. Utána megkérdezte, hogy mit akarsz tőlem, Uram, hogy cselekedjem. Akkor bement a városba. Később már életének egy jelentős tevékenysége után azt mondta, hogy ő fut Jézus Krisztus után, nem mintha elérte volna, persze ezt ő lelkileg értette, és maga mögött hagy mindent, ami akadályozná a Jézushoz vezető úton. És a végén öregkorában pedig azt mondta, élek én, de nem én, hanem Krisztus ír bennem. Mindkét főapostol példa lehet az emberek számára, és mindannyiunk számára is, hogy nincs az a bűn, amiből föl ne lehetne támadni, és ne lehetnénk Krisztus követők, és ne lehetnénk egyre jobbakká. Mert a szentségre mindannyian meg vagyunk hívva. Nem úgy van,
egyeseknek igen, van ilyen kiváltsága, meg kötelezettsége. Minden keresztény ember meg van hívva az életszentségre. Lehet, hogy nem avatják szenté, meg boldoggá, mert hát mindenki nem válhat annyira ismerté, mint egy második János Pál pápa, de az Isten előtt ismerté válik. És az Isten mindent számon tart, és az egyháznak vannak rejtett szentjei. Azért is él az egyházunk, mert sokszor a gyarlóságok, meg a esendőségek elfedik az egyház igazi lényegét, de az egyházban mindig vannak csendes, hitvalló, tevékeny emberek, akik szentekké lesznek. Erre is tanítanak bennünket ezek az apostolok, akiknek itt ebben a kiskápolnában az ünnepét tartjuk. Ugye lelkünk elszáll először a Szentföldre, ahol látjuk, mikor Pétert megkérdezi Jézus Fülöp Cezáriájában, hogy szeretsz engem, elmegyünk a damaszkuszi útra, ahol Pál apostol a földre terül, de lelkünk ott van Rómába is, ahol a főapostolok bazilikája van, ahol a keresztény nép 1950 év óta, vagy immár lassan 2000 év óta tiszteli, de itt is ebben a kis kápolnában, ami azt lehet mondani, hogy már a pusztával határos, itt is a Szent Péter és Pál apostol tiszteletét őrzi, mint hogy a halotti beszédünkben is benne volt már. Amikor elmondta az a tatájárás korabeli pap a halott fölött a beszédet, akkor így folytatta, hogy kérjük Szent Péter és Pál apostol urakat, hogy járjanak közbe e bűnös ember lelkért. Hát mi is kérjük Szent Péter és Pál apostol urakat, hogy járjanak érte közbünk, közbe az Úrnál, mert mi is esendő emberek vagyunk, de elhatározzuk, hogy megyünk a Krisztus követésnek az útján, és megvalljuk Péterrel, hogy szeretjük Jézust. És arra törekszünk, hogy életünk végén elmondhassuk Szent Pállal, hogy élek én, de nem én, hanem Krisztus él bennem. Ez a búcsúi ünnepség ehhez adja kegyelmét, isteni segítségét. Amen. Hiszek az egy Isten.